előadása. Meg szeretném említeni, hogy a mű első előadása annál is érdekesebb volt, mivel a kamarazenekar azzal a célzattal alakult annak idején is működött fennállása alatt, hogy a hivatalos állásponttal szemben, amelyik erősen konzervatív jellegű volt, és csak konzervatív muzsikát, csak a klasszikusokat, csak a romantikusokat pártolta, és a haladó muzsikát kevésbé, hiszen akkor csak a Filharmonia Társaság zenekara tudott működni. Kamarazenekar ez a cél alakult, mennél több haladó szellemű új kompozíciót bemutatni. Ebbe a programban nagyszerűen beleillett a falon bemutatása. Ez a verzió egyetlen egyszer került előadásra Amerikába Kuseviczkivel, tehát európai ős bemutatónak számított. Négy althangra volt komponálva, Bazilides Mária, Havas Gyöngyé, nem tudom már ki volt a másik két énekes, ez elég régen volt. Külön érdekessége volt az előadásnak az, hogy világhírű hazánk fia és kollégám Daráti Antal, akkor az operász korrepetitőről volt, és a rendkívül nehéz zongora szólamot ő játszotta. A próbák rendkívül izgalmasak voltak, Bertuk minden próbán részt vett, és külön rengeteget vesződött az ütőhangszeresekkel. Köztudomásra ez a darab eléggé komplikált ritmikailag, és a ritmus kombinációkon belül még külön Bartók, aki nagy előszeretettel üzeltetett az ütőhangszerek kezelése iránt, elírta pontosan azt, hogy mit kell a szélén egy dobnak, mit kell a közepén egy dobnak, hol kell kézzel váltani, szóval rengeteg olyan variációt, ami az akkori ütők előtt teljesen ismeretlen volt, és meg kell, hogy mondjam, volt egy Seyfert nevű kisdobosunk, aki nem is beszélt jól magyarul, bizony elég nehéz helyzetünk volt, amíg elértünk odáig, hogy az előadással Bartók meg volt elégedve. Én úgy éreztem, hogy ezzel egy szolgálatot tettünk akkor a magyar zenekultúrának, mert volt egy bizonyos áverzió minden ilyen nehézségű darab az ember, ha nem magyar darab volt, akkor is ez a kamarazenekar műsorán, mint említettem, sok ilyen modern kompozíció szerepelt, de az, hogy Bartóknak egy ilyen művét elő tudtuk adni, ez tényleg életem egyik legszebb emléke volt. És hogyan fogadta a közönség és a kritika? Nagyon jól fogadta a közönség, meglepően jó. Mi egy kicsikét fértünk, Bazilidesszel sokat beszéltünk, és férjével, aki Péter Fisvánnal, a kritikussal, a próbák folyamán, hogy idegenkedni fognak ettől, ott bármilyen furcsán hangzik. Egyszerűen az, hogy ez három valójában rövid darab. Tehát a publikum könnyen meg tudott barátkozni mindazokkal a harmadai és ritmikai nehézségek, ami egy hosszabb lélegzetű darabnál, egy bizonyos idő után azoknak az embereknek, akik ább óvó ellentétszemben ülnek le, már bajt okoz. És milyen kapcsolata volt Karnagy úrnak a zongoraművész, az előadó művész Bartókkal? A zongoraművész Bartókkal két ízben volt találkozásom. Mind a két alkalommal a Rapszódia Opus 1-et játszott a zongorai zenekarra. Nem kell, hogy külön megemlítsem, azt hiszem, ez ma már közülött dolog, hogy Bartók zongorálása valami egészen specifikusan nagyszerű volt. Halatlanul kifejező, rendkívül ritmikus, és egy öröm volt vele együtt dolgozni, mert roppant egyszerű eszközökkel dolgozott. Nagyon érdekes, hogy ebből a két koncert, mind a kettő a Budapesti Filharmonia Társasággal volt, az egyik Debrecenben, a másik Pozsonyban. Ez azért emlékezetesebb számomra, mert ez nem csak az én számomra volt emlékezetes, annak idején Bartók számára, és köztudott Bartók kapcsolat, a Pozsonnyal szoros kapcsolat. És az első világháború után ez volt az első szereplése magyar zenekarnak Csehszlovákiában. Nagyon érdekes, hogy három nyelvű program volt, magyar, német és szlovák nyelvű program. És nagyon kedves volt, hogy Bartók a koncert után azt mondta, hogy jellemző, hogy nem nekem volt a legnagyobb sikerem, hanem a Liszt rapszódiának, tudjuk azzal fejeztük be a Liszt F-dur rapszódiával, de ez nem volt igaz, mert tényleg neki volt a legnagyobb sikere. Az magától értetődő, hogy egy olyan népszerű darab, amit szándékosan tettünk a műsor végén, mint a Liszt rapszódia, hogy ez egy bizonyos külső siker, talán látszólag nagyobbat akar, de a belső siker és magának a közönségnek a spontán megnyilvánulása az óriási volt. Bartók zongorázásában engemet főleg az kapott meg,
hogy az melódiáknak a fölépítése, az ő acélos billentése ellenére kimondottan lágy volt. Ez ellentmondásnak látszik, de ez volt a valóság. És hallatlan volt az az emberi közvetlenség, amivel bármilyen kérését közvetítette, úgyhogy igazán legszebb emlékeim közé tudom sorolni ezt. Az nem vitás, hogy az én pályafutásom során és Bartókkal való kapcsolatban nem vagyok 20 éves, még fogom tudni ezt a kompozíciót valahol bemutatni. Azért mégis a Falon című kompozíciónak a bemutatása volt a legjelentősebb és a legmaradóbb élményt adta számomra, és én remélem, hogy annak ellenére már...